Csütörtök délelőtt vált hivatalossá sikeres Velence és Puszta-Szabolcs együttműködése. A konzorcium ugyanis megújíthatja a települések óvodáit. A Fejérvár megyei közgyűlés elnöke bejelentette, a két város 400 millió forintot nyert az intézmények korszerűsítésére. A forrást többnyire energetikai korszerűsítésre költik. 240 millió forint az az összeg, ami Puszta-Szabolcs vonatkozásában jár a támogatói döntés alapján, és 161 millió forint nagyságrendileg az a forrás, amit Velence kap. Puszta-Szabolcson a Manóvár és a Zsiráf óvoda, illetve óvodai tagintézmény, míg a Velence vonatkozásában a Szent Erzsébet téri óvoda és a főutcai intézmény az, amik támogatásban részesülnek, főként épületenergetikai fejlesztésekre. Pannónia szívének országgyűlési képviselője a nyertes pályázat kapcsán az együttműködés fontosságát erősítette. Mint Tesszeli Zoltán fogalmazott, a top forrás a konzorcium létrehozása nélkül nem állna a városok rendelkezésére. Uniós források felhasználása az folyamatos. Ugyanakkor nem szabad és nem is kell eltitkolni azt, hogy Brüsszel politikai okoknál fogva, mint egy politikai bunkos bot, Magyarország tekintetében ezeknek a forrásoknak egy részét ezt megállította. De ez a példa is jól tükrözi, hogy a fejlesztések tovább zajlanak. A két város közösen pályázott az élhető település programra is, a 600 milliós támogatásra, a döntés még az ősszel megszülethet.